Már csak két napjuk maradt az előre fizető szimkártyásoknak az adategyeztetésre. A június 30-ai határidő pénteken lejár, aki szeretné megtartani a hívószámát, annak mielőbb egyeztetnie kell az adatait szolgáltatójával. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleménye szerint eddig az előre fizető szimkártyák 60%-ánál végezték el a kötelező egyeztetést. Ezt a 2017 előtt vásárolt előre szimkártyák esetében kell megtenni, aki elmulasztja, annak július 1-től már nem él a hívószáma. Az egyeztetést online, telefonon vagy személyesen is el lehet végezni a szolgáltatóknál, de postákon is megoldható. Azonban a határidő után sincs minden veszve, mert az NMHH álláspontja szerint nincs jogi akadálya a megszűnt szerződések újrakötésének, így bizonyos ideig a hívószámok és az egyenlegek visszaszerzésének sem. A részletekről a szolgáltatók adnak részletes tájékoztatást.